Génémet Erzsébet, a DK elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elfogadta a meghívásunkat. Hát gyakorlatilag lezárult az ajánlási folyamat, az aláírások megvannak vagy nincsenek. Erről majd beszélek egy kicsit részletesebben. De ugye most már teljesen biztos és kirajzolódott a kép, hogy hol kik indulnak. Ugye Budapesten 12 kerületben indul DK-s polgármester jelölt. Ugye azt is tudjuk, hát már aki tudja, meg szerintem a nézők között is biztos nagyon sokan vannak, akik nem teljesen értik ezeket a kompenzációs listákat, meg hogy akkor itt hogy mennek az egyezkedések, mert nem is mindig azért indul egy párt jelöltje polgármesternek, mert esélye van, hanem esetleg azért, mert ezen a kompenzációs listán bejuthat a fővárosi közgyűlésbe. Ez a 12 kerületben polgármester jelölt, ez a DK-nek milyen pozíciót ad most? Én azt gondolom, hogy aki polgármester jelöltséget vállal, főleg egy olyan helyen, hogy ő van a demokratikus oldalon egyedül jelöltként, az azért vállalja, mert esélyét látja annak, hogy győzni fog, vagy győzni tud, és szeretne minél többet tenni azért a kerületért. Abban a 7 kerületben, ahol egyébként a demokratikus oldali pártok, az MSZP, az Együtt PM és a DK egymással szemben állított polgármester jelölteket Budapesten, annak egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a Fidesz megváltoztatta a fővárosi közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Ezentúl nem szavazhat. Vagyis amit mondtam. Így van. Nem? Tehát ezentúl nem szavazhatnak az állampolgárok arra, hogy kiképviselje őket közvetlenül a fővárosi közgyűlésben, hanem majd a 23 polgármester fog beülni, illetve egy kompenzációs listáról 9 olyan polgármester jelölt fog beülni, aki a saját kerületében nem győzött. Mi ezzel a választási rendszerrel nem értettünk egyet, nagyon hangosan és harsányan tiltakoztak az ellenzéki pártok, a demokratikus pártok, mert ilyen ebben a helyzetben ugyanannyi szavazata, vagy ugyanannyit fog érni a szavazata egy első kerületi polgármesternek, mint mondjuk egy újbudai polgármesternek. Az újbudait, ha jó esetben nézzük, akkor megválasztja több tízezer ember, az első kerületét pedig, és most ez teljesen független attól, hogy ki lesz végül is a polgármester, tehát melyik pártból győz, az első kerületét megválasztja, hát mondjuk olyan 3-4-5, vagy maximum 10 000 ember. És akkor ön is így indul a saját kerületében? Igen, én a tizen... gyakorlatilag eleve arra készül, hogy majd a fővárosi közgyűlésben fog dolgozni? Nem. Én a 17. kerületben kaptam meg azt a lehetőséget Rákos mentén, hogy a demokratikus baloldali pártok engem jelöltek polgármesterjelöltnek. Ezen az oldalon, tehát erről az oldalról nem indul más polgármesterjelölt. A Magyar Szocialista Párt, illetve az Együtt PM is engem támogat, és így rajtam kívül van még 4 ilyen polgármester, akik ugyanígy indulnak. Én azzal indulok ebbe a versenybe, és azt gondolom, hogy van még mit tenni a 17. kerületben Rákos mentén, és egy picit más szemléletű város vezetést szeretnék megvalósítani, hogyha én győzök. Ugye ott az ön ellenfele Ries Levente, aki jelenleg is polgármester, és hát ő azt mondja, hogy ugye az elmúlt 8 év sikereire alapozva ő azért bízik a győzelemben. Igen, hát ha polgármester urat hallgatja az ember, akkor azt hiszi, hogy ebbe a kerületben minden rendben van. Én is láttam vele, és hát nyilvánvalóan figyelem az ő tevékenységét, hogy hogyan kampányol és miként kampányol ott a kerületben, meg máshol. Ebben a kerületben nagyon nagy problémák vannak, amiről nagyon szeretném beszélni. Ő 8 éve dolgozik ebben a kerületben, 8 éve vezeti ezt a kerületet, és olyan megoldatlan problémák vannak, mint például a közbiztonság. Ebben a kerületben van a legkevesebb térfigyelő kamera, rendszeresen vannak autólopások, különböző betörések, amire azt gondolom, hogy oda kéne figyelni, és a közterületeken kamerákat, kameratérfigyelő kamerarendszert kellene kialakítani. És ez ott azon a területen komoly probléma a lakosság körében? Igen, tehát, igen. Tehát azt gondolja, hogy ezzel fog kampányolni, akkor magam elé tud állítani sokakat? Biztos vagyok benne, rendszeresek az autófeltörések, autólopások, nagy értékű dolgok tűnnek el a közterületekről, tehát én azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés. De szeretném megemlíteni a kerületi szakrendelő helyzetét is. Ezt a szakrendelőt már régen fel lehetett és fel kellett volna újítani. Ugye ez a szakrendelő a Bajcsi Kórházhoz tartozik, azt a szocialista kormányzás alatt 10 milliárd forintból rendbe tettük, de hát fontos lenne, hogy a kerületi szakrendelő is megújuljon, annál is inkább, mivel itt is nagyon hosszúak a várakozó listák, az emberek sorba állnak, néha hónapokat kell várni egy-egy vizsgálatra, és azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. Mi történt Óbudán?
Nem tudom pontosan, tehát Óbudán ugye az van, hogy jelen pillanatban függőbe van 5 jelöltünknek az ügye. Mi mind az 5 esetben fellebbezést nyújtottunk be a Fővárosi Választási Bizottsághoz. Most nagyon úgy néz ki, hogy néhány esetben nem biztos, hogy megvan a mi jelöltjeinknek az ajánlásszáma. És ez hogy működik? Ugye kell bizonyos számú ajánlás ahhoz, hogy egy jelöltet nyilvántartásba vegyenek. Általában a pártok, miután ezeket az ajánlásokat átnézik, és lehetnek közöttük szabálytalan aláírások, gondolom én, ezért általában túltervezik. Ugye önök is azt nyilatkozták, hogy minden jelöltnél egy 20%-kal több ajánlást adtak le. Hát ne hívjuk szabálytalannak, mert az ugye mást jelent, hogy szabálytalan egy ajánlás. Hát, itt inkább mondjuk érvényes, azt, hogy rossz, vagy... inkább mondjuk azt, hogy rossz, tehát valami hibáson van kitöltve, azért ezeket az ajánlóéveket elég figyelmesen kell kitölteni, hiszen itt személyi számot, lakcímet, anyja nevét, tehát egyéb adatokat föl kell tüntetni, és ugye ez a különböző személyi igazolványokban, vagy a különböző lakcímkártyákon, ezek másképp vannak minden esetben, tehát például a kerületeket régen római számmal jelezték, most az újabb lakcímkártyákon arab számokkal jelzik. Na, a lényeg az egészben, hogy ezeket nagyon figyelmesen kell kitölteni. Ezért úgy, ahogy ön mondja, a pártok, illetve a jelöltek többet szoktak gyűjteni. Általában átlagban egy olyan 15-20%-kal minden esetben ezt meg kell tenni. Ebben az esetben is ez megvolt, és hát a választási iroda, a választási bizottsága, a helyi választási bizottság úgy ítélte meg, hogy nincs még ennél az 5 jelöltnél. Na, mi ezt vitatjuk, és ezért fellebbeztünk ez a fővárosi bizottságot. Hát most én fejből nem tudom a pontos számokat, de Budapesten általában egy-egy ilyen nagyobb egyéni választókörzetben vagy kerületben olyan 50 és 70 közötti minimális ajánlásszám kell. Tehát igen, tehát nem olyan sok, de itt is azért az óbudai embereink, aktivistáink többet gyűjtöttek, körülbelül egy olyan 15-20%-kal, úgyhogy abba bízunk, hogy a választási iroda, a fővárosi választási iroda érvényesnek találja, és ha ez így van, de azt akkor tudják, van mi a probléma? Tehát, hogy most gondolom az van, hogy nem érvényes, valaki csak megmondta, hogy miért nem. Tehát, hogy rossz helyre írták, nekem nem, tudom, nekem nem. Ugye ez ilyenkor az ember csak tippel, hogy akkor pontosan mi lehetett a hiba, hogy számot tévesztettek, vagy elírtak az anyja nevében valamilyen keresztnevet, vagy vezetéknevet, tehát azért itt bármi előfordulhat. De én abban bízom, hogy a Városi Választási Bizottság ezeket érvényesnek fogja találni, és ha ez így lesz, akkor ott is meg lesz a DK-nak a kompenzációs listája. Mi van, ha nem? Hát ha nem, akkor sajnos ott abban a kerületben nincsen, de azt azért mondjam el, hogy de az DK... a kerületben a listát is befolyásolja, nem? Csak tehát, a, nem csak a demokratikus a... koalíció listáját, tehát a többi pártért nem, mert itt egy koordinált indulás van, de azt azért hadd mondjam el, hogy a demokratikus koalíció azon 4 párt közé tartozik, amelyik mind a 19 megyében tudott megyei listát állítani, fővárosban tudtunk fővárosi listát állítani, nincs még meg ez sem minden pártnak, tehát én megnéztem, mióta idejöttem, 4 pártnak van meg, megvan a 12 polgármester jelöltünk, nagyon sok városban, 10 000 fölötti városokban jó néhány helyen önállóan indulunk, esélyes polgármester jelöltjeink vannak, esélyes egyéni jelöltjeink vannak, tehát azt gondolom, hogy mi az önkormányzati választásokra felkészültünk, felálltunk a rajtkőre, hogy így fogalmazzak, és most innentől kezdve pedig ezerrel fogunk kampányolni. Jön a DK elnökségi tagja. Mit szól Gyurcsány Ferencnek ahhoz az elképzeléséhez, hogy egyesíteni kellene a baloldalt, amelyet ez a baloldal eléggé kiverte a biztosítékot a többieknél? Én azt gondolom, hogy az a írás, amit ő megjelentetett, amit ő a Népszabadságba nyilvánosságra hozott, az azt jelenti, hogy azt tartalmazza, hogy ezen az oldalon is kell valamiféle együttműködés, hogy ennek pontosan mik a formái. Ezek nyilvánvalóan egy hosszú távú egyeztetés, illetve együttműködés során hát fognak kialakulni. Hát a szöveg szerint azért nem ezt mondta, és nem is hát én azt gondolom, hogy ezt ennek az írásnak a szemére, hanem éppen elengedett. Az együttműködés, vagy a lehetőségei, azok most is megvannak, sőt, hát valamilyen szinten... Van is. Na, de hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt a Fideszt, ezt a homogén jobboldali konglomerátumot legyőzze ez az oldal, ahhoz valamilyen formában nekünk is jobban együtt kell tudni működni. Ez most nem mostani feladat, tehát nem arról van szó, hogy itt az önkormányzati választások előtt erre kellene az erőt fokuszálni, hanem ez egy hosszú távú építkezésnek a feladata, és ebben kell minden ezen az oldalon lévő demokratikus pártnak, aki felismeri azt, hogy Orbán Viktornak mennie kell, együttműködni, gondolkodni, egyeztetni és együtt cselekedni. A DK-ban gondolkodik, hogy az önkormányzati választások után mondjuk az élére áll egyfajta ilyen
Ez szerintem el fogja dönteni a hazai politikai élet, illetve az, hogy milyen pozícióból fog önkormányzati választások után bármelyik párt is rendelkezni. Köszönöm szépen a beszélgetést.